1879. január 1-én Tolcsván született Fried Vilmos, azaz William Fox, aki családjával együtt az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. 21 évesen megalapította első vállalkozását, és ezzel elkezdődött az amerikai álom megvalósítása. Cége eladásából egy filmszínházat vásárolt, majd 1915-ben megalapította a Fox Film Corporation-t. Célja az volt, hogy egyetlen szára fűzze fel a filmipart, azaz a forgatástól a vetítésig tartó folyamatot. Az ő életéről készült könyvet mutatták be Tolcsván, valamint azt a filmet, amely már a térségünk másik nagy filmesének, Cukor Adolfnak a pályafutását állította William Fox mellé, s mutatta be, milyen maradandót alkottak. A könyv szerzője dr. Takó Sándor, magyar mozgókép szemledíjas producer, filmrendező, és dr. Kollarik Tamás, magyar filmdíjas, Bánfi Miklós díjas producer, filmrendező volt, aki ennek kapcsán kiemelte, egy-egy munka során számos érdekesség kerül a felszínre. Engem nagyon régóta vonzott, és elkezdtük kutatni ezt az időszakot is, és nyilván az tudott volt, hogy Adolf Cukor és William Fox magyar gyökerekkel rendelkezik, de szerettünk volna erről többet tudni, és átnéztük a vonatkozó szakirodalmat, és megtaláltuk Sándorral ezt a két angol nyelvű önéletírást, amit aztán utána hazahozhattunk Magyarországra, és kiadhattunk, amire nagyon büszkék vagyunk, és ezt a munkát folytattuk többek között azzal is, hogy a magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulójára a külügyminisztérium felkérésére egy riportfilmet készíthetünk, ennek is a bemutatója ma megtörtént itt, és szeretnénk folytatni azzal a munkát, hogy egy nagy egészest és dokumentumfilmet szeretnénk készíteni Adolf Cukorról és William Foxról. Én azt gondolom, hogy mind a kettőjüknek az élete annyira izgalmas és annyira összetett, hogy érdemes arra, hogy egy komoly filmben megemlékezzünk rá. Tolcsva település önkormányzata és az itt élők számára kiemelten fontos, hogy William Fox filmtörténeti öröksége itt is megjelenjen valamilyen formában. Nagyon régen játszunk már a gondolata, hogy a szülőházát azt fel kellene újítani, és reméljük, hogy most itt van a soha vissza nem térő alkalom, támogatás is van rá, lesz rá, és akkor elkészül ez az a ház, ahol méltó helyet tudunk biztosítani ennek a filmmogulnak. Számunkra nagyon-nagyon fontos feladat ezért az elődök emlékeinek az ápolása, hiszen olyat alkottak nem csak a politikában, hanem például a művészetben, ami nem csak Magyarországra, hanem az egész Európára tekintve is egy jelentős teljesítmény. És hát fontos, hogy azokat a gyökereket, azokat be tudjuk mutatni magunknak elsősorban, hogy legyünk büszkék rá, hogy milyen híres szülöttei voltak térségünknek. A magyar kultúra az a magyar emberek teljesítményéből adódik össze. És ők magyar emberek voltak, magyarként a világ más táján, de nagyszerű teljesítményt tettek le az asztalra, olyat, ami a kultúránkat meghatározza máig is, hisz a filmgyártás, annak a elindítása, a nagy stúdiók megalapítása máig is egy nagy hatású dolog. Ezért aztán joggal lehetünk erre büszkék, és nagyon fontos ápolni az ő emléküket. A William Fox életét és munkásságát bemutató könyv kapcsán a szerzőkkel folytatott beszélgetésből az is kiderült, számos nehézség, kaland és meglepetés közepette írta be nevét a történelemkönyvbe.